Sziasztok, ez itt a 777 Podcast, én Marti Zoltán vagyok, mai témánk pedig az állandó diakónusok. Vajon kik ők, mit csinálnak, mit nem csinálhatnak, és egyáltalán hogyan alakul ki a diakónusi hivatás? Ehhez pedig egy állandó diakónus hívtam vendégnek, Huszár Attilát szeretettel köszöntelek. Szeretettel köszöntelek én is, és a hallgatókat is. Egy nagyon érdekes életút a tied, ugye ez egy nyilvános életút, hiszen készült már korábban bele tanúságtétel, amelyben szó szerint tanúságot teszel a hitedről. Most, ha így visszanézel a mostani fejeddel, hogy honnan, hová jutottál el, akkor hogyan foglalnád össze röviden, úgyhogy az nem másfél órában, hanem röviden, amikor egy visszatekintést látsz? Ateista emberként éltem. Körülbelül egy hetes volt, amikor megkereszteltek, és ezzel le is zárult a keresztény tanításom szüleim részéről. Érdekes mód az Úristen mindig mellettem állt, de ezt csak most így visszatekintve veszem észre. Akkor nem. Ez egy kicsit olyan, mint az Ószövetségbe benne élni, vagy az Ószövetséget olvasni, és történnek események, és később Krisztus szemüvegén keresztül veszünk észre nagyon fontos dolgokat benne. De addig, akikkel megtörténtem, is tudták, hogy amit mondanak, az mekkora profécia mondjuk. Volt néhány traumatikus helyzet az életemben. Például a hangom, akit most hallják a hangomat, nem teljesen tiszta. 14 évesen énekes csomók miatt elkezdték megműteni, én fölébredtem, fölültem, és közben belevágtak a hangszalagomba, ezért kicsit furcsa a hangom. De megmaradt, és tudok beszélni, és ennek örülök. A másik ilyen meghatározó élethelyzet, amikor 17-18 éves koromban érettség előtt még perforált vakbél problémával lettem rosszul otthon, amit későn diagnosztizáltak. 3 napig nem volt biztos, hogy megmaradok. Tehát egy ilyen elég válságos élethelyzet volt akkor. Szüleim ezt nagyon nehezen élték meg. És volt egy másik, egy sokkal markánsabb helyzet, az még egy kicsit korábban. 16 évesen oda jutottam el, hogy felesleges az élet. Hiszen ateistaként úgy gondoltam, hogy a halállal mindennek vége van. De hát akkor mi szükség van a halálig szenvedni? Mert az életet elég nagy szenvedésnek láttam akkor, és a kamaszok hajlamosak egy torz tükörben látni a világot, felnagyítani a saját problémáikat, nehézségeiket, és nem tudnak racionálisan dönteni, főleg nem úgy, hogy az egész életükre kiható döntést hozzanak meg. És én akkor úgy éreztem, hogy nagyon nagy szégyen oroszból fél évkor megbukni, és ezt a szégyent én nem akarom átélni, ezért kiálltam a 9. emeleten a párkányra, és úgy gondoltam, hogy leugrom, és akkor legyen most vége az életnek, és jöjjön a semmi, mint hogy még szenvedjek 70-80 évet. És csak azért léptem vissza, mert a szüleimre gondolva és a testvéremre gondolva szerettem őket és sajnáltam őket, hogy ne menjenek keresztül ezen a traumán. Szerettem őket annyira, hogy inkább a nehézséget vállaljam, mint a feladást. És ez a szeretet hozott vissza engem arról a párkányról. És ezt el is mondtad nekik egyébként? Nem. Sem a kísérletet? Mikor tudták meg? Talán 4-5 évvel ezelőtt egy ugyanilyen beszélgetés után, hogyha amikor ők azt meghallgatták. Tehát erről nem beszéltem, nem voltam büszke rá. Nagyon sok olyan dolog van az életemben, a kereszténység előtti életemből, amire abszolút nem vagyok büszke. Nagyon úgy érzem, hogy az Úristen engem kiemelt egy olyan rossz életútból, aminek a vége nagyon sötét lett volna. És ők hogyan fogadták? Hiszen valahol szülőként azt gondolná az ember, hogy saját maga kudarcaként éli meg, hogyha a gyermekében megfogalmazódik az, hogy elveti magától az életet. Hát így 53-54 évesen már nem biztos, hogy ugyanúgy gondolok én is vissza erre, vagy még a szüleim ugyanígy gondolnának erre, édesapám már nem él. Anyukám, ma nem beszéltünk még erről, hogy ő ez mit szólt. Ez egy érdekes kérdés. Lehet, hogy le kell majd üljek vele megbeszélni. Milyen érdekes. Tehát, hogy ott egy olyan helyzetben vagy, ami a lehető legtávolabb van attól, hogy te 34 évvel később velem beszélgess az állandó diakónusi szerepről. De mégis így történt. Az én történetem valójában arról szól, hogy Isten ezer meg ezer módon megmentett engem. És bármikor kérdeznek erről, akkor azért beszélek erről szívesen, mert a lámpát nem azért gyújtják, hogy vék alá rejtsék, és amikor én erről beszélek, úgy gondolom, hogy Isten dicsőítem ezzel, hogy ő egy ilyen nagyon mélyről jövő embert is meg tudott menteni. Nagyon erős gyógyszerekkel gyógyított, hiszen amikor
89 virágvasárnapján, április 19-én megtörtént a megtérésem, azt ő már nagyon jól előkészítette. Különböző célokból, különböző vágyakból elindított engem egy lelki úton. A perforált vakbélműtét után én elkezdtem a transzcendens iránt érdeklődni. Egy nagyon markáns ateista hitű emberből elkezdtem érdeklődni a megfoghatatlan, megtapasztalhatatlan transzcendens iránt. Érdeklődtem más vallások iránt, érdekelte a jóga, érdekelt a kelet, érdekelt a misztika, és hála Istennek egy olyan jógatanárral találkoztam, akit bármikor kérdeztem a gurukról, meg a különböző szithikről, meg a különböző jógikus dolgokról, ő mindig keresztény szenteket, Teréz anyát, Rozsé testvért, és más régebbi szenteket hozott példának, és feltárultam egy olyan nagyon gazdag európai kultúrát, ami a kereszténységben gyökeredzik. És a velem folytatott beszélgetések során egyre inkább a kereszténység felé orientálódtam. Ugye el lehet mondani, hogy a feleségedről van. Azóta már Katalin a feleségem, igen, és hát nagyon-nagyon hálás vagyok neki. Ő nagyon előttem jár, mind önfegyelemben, mind szorgalomban, mind kitartásban. Tehát számomra ő egy nagy példa is. Ha szabad egy kikacsintást tenni a jogát és a kereszténységet, ő hogyan hozza össze, hogy így lehet fogalmazni, hiszen egy állandó kérdés például a katolicizmuson belül, hogy a joga vajon árta vagy nem? A jogának vannak veszélyes irányzatai. Két fontos veszélyes irányzatot látok a jogában. Az egyik, amikor a jogát, mint technikát, akár testgyakorlási technikát is, kis csalinak használják föl a hinduizmus horgán. És hinduista, sőt, szinkretista, vagy akár okkultista tanításokat próbálnak belesújkani, vagy mellé társítani. Ez veszélyes. A másik veszély, amikor a jogát arra használja föl egy guru, hogy önmaga kényelmét, gazdagságát, önmaga dicsőítését tudja ezen keresztül átvinni, és egy személyi kultusz alakul ki, ami elég eltorzítja az ott élő embereknek a világnézetét és életét. Katalinnak meg volt gyerekkorától kezdve a mély katolikus hite, ami megvédte őt attól, hogy én elhajlásokba menjen, de jogában, mint egy nagyon hasznos technikában, ami testet, lelket, szellemet is tud fejleszteni, talált egy olyan eszközt, amiben nem másokkal versenyzik, mint ott sok sportban, hanem önmagával. És a keresztény életéhez, ami hozzávehető ebből, azt hozzávette, és hogy segítette abba, hogy elmélyüljön az imádsága, elmélyüljön az ima gyakorlata, és tettekben is meg tudja valósítani azt, amit a keresztény egyház tanít. Ha rád visszatérünk, nem tudom, gondolkodtál-e azon, hogy miért van az, hogy Isten egyes embereket kiemel ebből a nagy mélységből, míg másokat kívülről nézve úgy tűnik, hogy nem, hiszen a te történeted azt mutatja meg, hogy a legnagyobb nehézségekből is kiemelt, de hát hány olyan ember van, akit meg nem? Erre is két válaszom. Úgy is kérdeztetem, hogy miért pont téged? Az egyik szerintem az, hogy az Úristen mindenkit megszólít, mindenkit megpróbál kiemelni. Kérdés az, hogy meghalljuk-e. Kérdés az, hogy hogy reagálunk erre. Én úgy érzem, az életemben ott volt a fordulópont, amikor önzően azt gondoltam, hogy elvettem magamtól az életet, mert nekem az úgy jobb, gondoltam. És akkor egy olyan végleges dolgot, döntés hoztam volna. De mások iránti szeretetből inkább vállaltam a nehezebbet. Talán itt volt az a pont az életemben, amikor megfordult az irány. Szükséges szerinted egyébként egy ilyen katarzis minden ember életében? Könnyebb Istenhez így fordulni? Ez nagyon érdekes, mert vannak bölcső keresztény barátaim, és sokszor kedvesen, szentül irigykednek erre a megtérésre és erre a nagy robbanásra, ami az életemben legalább kétszer-háromszor megtörtént egy ilyen gyorsulási folyamat. És én ilyenkor mindig azt mondom nekik, hogy ne irigykedjetek erre. A bölcső keresztény ember gyerekkorától kezdve beletanul olyan dolgokba, amiben nekem nem volt részem. Én 20-22 évesen kezdtem el minisztrálni, és álltam oda a kisminisztrálások mellé, mert éreztem, hogy ez hiányzott az életemből. A bölcső keresztény ember tudja, hogy mikor mit imádkozzon. Rendszeresen imádkozik, legalább az étkezésekkor. Eljár templomba. Én 20-21 éves koromig nem jártam templomba. De az egyik egy saját döntés, ugye az, hogy te 20-21 évesen minisztrálsz templomban, ez saját döntés, míg mondjuk az én esetemben, aki nagyon boldog, hogy gyermekkorától kezdve, vagy kis babakorától kezdve katolikus hitben, vagy keresztény hitben nevelkedett, nekem ez egy valahol meg rutin és megszokássá vált, hogy az anyatejjel együtt szívom magamba a hitet, tehát hogy a másikban pedig van egy olyan felnőtt hit, ami lehet, hogy túlmutat a gyermeki hiten. Nagyon fontos, hogy a te életedben is vagy megvolt, vagy meg lesz ez a személyes döntés.
Ezért kérdezem a katarzist. Hogy a katarzist lefordíthatjuk egy személyes döntésre? Szerintem fontos. Mert az az objektív tény, hogy Jézus Krisztus megváltott minket, az érvényes. De az én életemben csak akkor fog ez belépni, ha szubjektívén ezt elfogadom és kérem. Azt tapasztaltam meg, hogy elkezdtem olvasni a Bibliát csak azért, mert ez egy intellektuális kihívás volt nekem. És az Isten szava úgy hatott rám, hogy egy 2-3 hónap után már elhittem azt, hogy Jézus Krisztus valóságos történeti személy volt. Addig nem. Addig nekem egy mese volt. Tehát az Isten szava termékenyen úgy hatott rám, ahogy olvastam, hogy eljutottam oda, hogy ő élt, ő megtette értem, amit tett, sírtam amiatt, hogy ő ekkorát szenvedett és értem is tette, de képtelen voltam saját erőből tovább lépni, képtelen voltam hinni. Hinni abba, hogy föltámadt, hinni abba, hogy most is él. Ez csúcsosodott ki akkor virágvasárnap. Amikor a Barabás című filmet megnéztük, ott voltam gyerekek passiójátékán, és hatott rám úgy, hogy sírásig meghatottam, és életemben először imádkoztam őszintén, mélyen. Kicsit gőg is volt bennem, mert kikötöttem dolgokat. Uram, adj nekem hitet. De ha nekem csak úgy tudsz nekem hitet adni, hogyha egy csodát teszel. És kikötöttem a csodát is. Számomra az lenne a legkézzelfoghatóbb, bizonyított csoda, hogyha most itt nekem hitet adnál. Mert én képtelen vagyok rá, és ezt megteszed, akkor én követlek. Akkor ott úgy éreztem a budai Ferences templom, országúti Ferences templomba Budán, hogy egy nagyon-nagyon tapintatos kéz a vállamra teszi kezét, teljesen elfogad, úgy, ahogy vagyok. Éreztem a nagy különbséget, a távolságot, hogy én mennyire apró, kicsi és méltatlan vagyok hozzá, de ő áthidalta ezt a távolságot, eljött, és ahogy van, úgy szeret. Ez nagyon érdekes, hogy sokan mondják ezt, mondjuk Csókai András például, aki szintén ugye megjelent a 7-7-7 kiadásában egy interjúkönyv, és ő meséli el, hogy a Turini keresztet hogyan látta ő, hogy meghajol felé, de más emberek is mondják, hogy elkezdtek alkudozni Istennel, és Isten belemegy ebbe az alkuba. Leereszkedik, de miért? Isten miért engedi, hogy alkudozzunk vele? Én úgy éreztem, hogy ő végtelenül szeret, és már lehet, hogy az idő kezdete óta vágyott arra, hogy ez megtörténjen, és nagyon örült és boldog volt, hogy végre megtörténhetett az. Valójában ő nagyon szeret minket, szeretetből teremtett minket. A lehető legjobbat ő akarja nekünk. Mi vagyunk az egyedüli akadály annak sokszor, hogy ez bekövetkezzen és megtörténhessen, kifejlődhessen. Ez ugyanaz az alázat Isten részéről, mint hogy az egyszülött fia ott van a jászolban, maga tehetetlenül. Tehát ez, te ebbe látsz párhuzamat? Nagyon ugyanaz? Látok párhuzamat. Sőt, oda megy megkeresztelkedni a Jordánba Jánoshoz. Hát Jézus, ahogy belelépett a folyóba, nem a folyótól tisztult meg Jézus, hanem a folyó tisztult meg Jézustól. És mégis oda megy, és ennek meg kell történnie. Visszatérve rád, ugye az, hogy valaki megtér, sokan térnek meg, de kevesen lesznek belőlük állandó diakónusok. Mi az az út, ami elvezetett téged ide? Rám a megtérésem után nagyon nagy erők hatottak még, tehát az Úristen erős gyógyszerekkel gyógyított, szükségem volt rá. Teréz anyával tudtam személyesen találkozni, a vele való találkozás, az ő áldása ugyanazt az elfogadó szeretetet adta. Azt szokták mondani, hogy szent az, akinek a jelenlétében megszűnik minden kétségünk Isten léte felől. Teréz anya mellett ezt éreztem. Ugyanezt éreztem Rozsé testvérrel. Ott voltam a pécsi tezét találkozón, utána a záró május 1-i budapesti bazilikai rendezvényen, és vágytam arra, hogy közelébe lehessek, de csak a harmadik sorig jutottam el. Lehetetlenség volt, hogy közelébe kerüljek. És a mise végén áldást osztott, és akkor rám nézett, félretolta az embereket, bejött 3 sorral beljebb, és nem keresztet rajzolt a homlokomra, mindkét kezét rátéve megáldott. Én ott ugyanazt az elfogadó szeretetet éreztem, mint amikor megtértem. Ott letérdeltem, és patagokban folyt a könnyem attól az örömtől és szeretettől, amit szinte el sem tudok fogadni, el sem tudok viselni, mert méltatlanak érzem magam. Azt mondják, igazság az, amikor azt kapjuk, amit megérdemlünk. Irgalom az, amikor többet kapunk, mint megérdemlünk. Kegyelem az, amikor olyat kapunk, amit nem érdemlünk meg. Ezt éltem át, ezt a kegyelmet. Elindult egy minisztrálás, hiszen úgy éreztem, hogy pótolnom kell olyat, amit gyerekkoromban elmulasztottam, vágytam az oltárhoz. Ami nehézség volt, hogy én diszlexiával küzdöttem gyerekkoromban, és ezzel nem foglalkoztak. 80-as években ez nem volt téma. És nem tudtam olvasni. Nagyon dadogósan olvastam. És a plébánosom akkor, akit nagyon-nagyon szeretek most is, megboldogult Márton Mihály, aki azt mondta, gyere el Attila, olvass fel a miséket, ne csak minisztrálj.
Van három néni a templomban, nem fognak megsértődni, hogyha dadogva olvasod, kezdj el olvasni. Négy felolvasás után átváltottam betűfelismerőből szókimondóvá, szóolvasóvá. És az egyház engem egy hét alatt megtanított felolvasni. Ez milyen érdekes, nem, hogy ugye volt a hangszalag műtéted, olvasási problémákkal küzdesz, most pedig az evangéliumot olvasod és prédikálsz. Igen, és hagyj menjek egy kicsit előre, majd visszaugrunk. Igen, igen. A mostani megszólításod ezt kihozza belőlem. Nagyon nagy isteni kegyelem és ajándék volt. Idén, vagyis hát most már 23-ban, 2020-22-ben, virágvasárnap előtt szombaton telefonált a kerepesi plébánosom, idős, nyugdíjas plébános Fraj nagynásatya, Attila, nincs hangom, jönnél felolvasni ma az evangéliumot és prédikálnál? Persze, nagyon szívesen, atya, örömmel segítek, letettem a telefont, és akkor ment végig bennem az, hogy 33 évvel ezelőtt virágvasárnap a passió hatására tértem meg, és 33 évvel később odaállhatok az Ambóhoz, és én olvashatom fel a passiót. Ez annyira szép szimbólum, és az Úristenek annyira kedves, finom gesztusa, hogy ebben is érzem az ő kezemunkáját, hatását. De visszatérve a diakonátusságra, Márton Mihály atya néhány év minisztrálás után mondta nekem, hogy jó lenne, hogyha diakonus lennél. Amilyen azt nem tudom micsoda, aztán majd ő utána érdeklődik, hogy lehet. Kiderült, hogy 35 év alatt házas ember nem lehet diakonus. Itt azt mondta, hogy akkor várjunk még egy kicsit. Én akkor ezt a dolgot el is felejtettem. Család, akkor indult vállalkozásom, amiben az Úristen hívott meg. Elég sok civil feladatom volt. Nem éreztem annyi erőt, energiát, időt magamba, hogy elinduljak ezen az úton. De később, amikor 2012-ben Csömörre költöztünk, az ottani plébánosom Görbe József atya megkérdezett, hogy vállalnék-e akolitusi szolgálatot. Azt sem tudtam, hogy ez mit jelent. Mikor megkérdeztem tőle, hogy ez mit jelent, elmondta, hogy felnőtt férfiként szolgálni az oltár mellett, és ezzel kiállni a hitem mellett, és mindegy példát mutatni a gyerekeknek is, a híveknek is, hogy nem csak kisgyerekek minisztrálnak, ez nem a kisgyerekek dolga, ez felnőtt férfiak dolga is. És mellette segíteni neki, amikor ő amire nem ér rá, és amit én megcsinálhatok, azt csináljam. Mert egy plébánosnak, neki legalább három faluja volt, kevés ideje jut például közösségépítésre, az emberekkel való beszélgetésre, sietni, futnia kell, amit az ordóból kifolyólag csak ő tud megcsinálni. És amit megcsinálhat egy civil, egy avatott civil, mondjuk egy lektor vagy egy akolitus, akkor az nagy segítség lenne neki. Oltárszolga és az akolitus az ugyanaz? Majdnem. A lektor a felolvasó, aki képzést kap arra, hogy mély hittel értően olvassa fel az olvasmányt és a szentleckét, esetleg a zsoltárt. Az akolitus viszont már áldoztathat, amikor olyan helyzet van, hogy a jelenlévő pap, diakónus és a híveknek a száma ezt indokoltá teszi. Ezen kívül gyertyavívőt is jelent, hogy az evangélium felolvasásakor gyertyákat tartsanak, mint egy mutatva a világosságot, amit az evangélium hordoz. Tehát ezek régebben kisebb rendek voltak. De ezt a második vatikáni zsinat kivette a rendek közül, és így civilek is részesülhetnek benne. Ez már nem szentelés, ez már avatás. A lektor és az akolitus. Tehát, hogy akolitus lettél, ez mekkora változás volt az életedben? Nagyon érdekes visszatekinteni arra, hogy egy hétig vívottam magamba, hogy elfogadjam-e vagy sem. És azt mondtam József atyának, hogy én erre nem vagyok alkalmas. Talán tudnám csinálni egy-két hétig, de nagyon hamar udazva fulladna, és inkább nagyobb lenne a szégyen, mint az öröm vagy a dicsőség az Úristennek. Tehát visszamondtam. Erre azt mondta, hogy ezt a választ váltam tőled. Az Úristen nem az alkalmasokat választja ki, hanem a kiválasztottakat teszi majd alkalmassá. Ezzel meggyőzött, hogy igent mondjak, és ahogy kimondtam szívemből ezt az igent, másnaptól kezdve olyan belső indítatás volt bennem, hogy minden nap jártam utána a misére. Addig hetente egy-két alkalommal volt a misén, akkortól kezdve minden nap, vasárnap két misén is ott voltam. És a képzés két éve alatt ez egyre jobban megerősödött bennem, és József atya említette, hogy figyelj, ne állj meg itt, benned több van, az Úristen többre hív, indulj el a diakónusi szolgálat felé. Ez magadtól nem fogalmazódott meg? Amikor Márton Mihály atya mondta nekem 95 környékén, akkor elgondolkodtam rajta, de el is felejtettem. Az akolitus szolgálat közben már gondoltam rá.
Tehát volt bennem egy belső hívás, egy belső, mint hogy a mágnes vonzza a vasat, az Úristen úgy vonzott e felé, de nem fogalmaztam még meg, nem tettem lépéseket. És úgy gondolom, hogy jelértékű, hogy az egyház hívott meg erre. Az egyház képviselője, a plébánosom indított el ezen az úton. Tehát találkozott a bennem lévő isteni hivatás, hívás, az egyház hívásával. Ez a kettő együtt indított el ezen az úton. Ugye maga a diakonusi szolgálat, a II. Vatikáni zsinat az, amelyik újraéleszti ezt az egészet, miután a tridenti zsinat jóval korábban megszünteti. Ez mennyiben a paphiánynak köszönhető, hogy szükség volt olyan emberekre a paphiány miatt, akik ellátnak bizonyos feladatokat, vagy mennyiben egy azért, mert vannak olyan emberek, akik konkrétan erre kapnak hívást? Én úgy gondolom, hogy a zsinat helyreállított egy olyan hiányt, ami évszázadok alatt kikopott az egyházból. Teljesítette az ordót. Hiszen az Apcsel 6-ban olvassuk, hogy az apostolok, az episzkoposzok, a püspökök kiválasztanak 7 arra alkalmas, egyszernősült, a Szentlélekkel eltelt férfit, hogy kisegítsék őket, hogy azokat a munkákat, amikre nekik már nincs idejük, vagy nem annyira fontosak számukra, sokkal fontosabb maga az igehirdetés és az egyház építése, akkor ezekre a diakónusokra bízzák. És akkor így alakult ki az ordónak a 3 rendje, legalsó szint maga a diakónus, a következő a presbiter, az áldozó papa plébános, és az episzkoposz, a püspök. Ez máig megmaradt, de az egyházban kicsit elsorvadt, és hiányzott. És ha ránéztünk egy papra vagy egy püspökre, láthattuk benne a diakónust is, mert őket átmeneti diakónusnak felszentelik. Ő diakónusként is funkcionál, sőt, lektor és akulitusként is szolgálnak. Tehát ha ránézel egy papra vagy ránézel egy püspökre, akkor mindent láthatsz benne. A lektort, az akulitust, a diakónust, a presbitert és a püspököt. A II. Vatikáni zsinat helyreállította ezt a hiányt, ezt a félrebillenést. De mára van egy olyan aspektus ennek, hogy a paphiány miatt nagy szükség van a diakónusokra. De én nem érzem magamat pappótnéknak. Én nem érzem magam sem plébánosszerűnek, főleg nem püspökszerűnek. Nekem diakónus karakterem van. Ebben ezt úgy értem, hogy az ige szolgálata, hogy hirdessem az evangéliumot, és ne csak a templomban, hanem mint civil emberként, ahol élek. Ne csak a szavammal, hanem az életemmel is. Élem a civil életemet, bevásárolok, dolgozom, családommal megyek sokfelé, nekem 2 nagyfiam van, és most már 6 unokám, a 6. unoka még pocakban van, biztonságban, de 6 unokám van, és így ezek között a civil foglalkozások között tudom megélni az elhivatottságomat. Ugye nálad ez nem merülhet fel, de másoknál felmerülhet, hogy egy elfolytott papi hivatást él ki immáron diakónusként, mert lehet, hogy nem mert igent mondani a papi hívásra, és mondjuk később ismerte fel. Nem vagyok annyira bölcs, hogy ezt megítéljem. Biztos vagyok benne, hogy néhány férfiban előfordul olyan gondolat, hogy őt fiatalabb korában meghívta az Úr, és nem tudtak arra a pályára menni, amire az Úr hívta őket. Mert az Úristen úgy tapasztalom, hogy annyira nyitott, fölkínál lehetőségeket, fölkínálhatja azt is, papnak hívlak, de ha nem így szeretnéd, másképp is dönthetsz. A házas élet is épp olyan megszentelt életforma. Ismerek legalább 3 olyan diakónust, aki szerzetesként élt, esetleg papnak készült, de úgy érezte, az nem az az ő útja. Viszont most már diakónus. És benne, nem és azt látom, hogy... Ebben kiteljesedtek a diakonuságban, vagy egy pótlék? Nem. Ők kiteljesedtek a diakonuságban. És nem azt látom, hogy ők az nem sikerült, akkor most ezzel valahogy bepótolom, hanem inkább az, hogy akkor ismerték félre a hívást. Már akkor diakonusnak hívta őket az Úr, de talán még nem volt erre lehetőség. És most, hogy a lehetőség kialakult, és nagyon hálásak vagyunk Bíboros atyának, hogy jó néhány évvel ezelőtt a Kanter Károly felnőttképzési intézeten belül elindította a diakonus képzést a budapesti Esztergomi Egyház megyébe, mikor ennek akadályai merültek fel, akkor Marton Zsolt Váci püspökatya átvette ezt a feladatot, és a saját püspöki hivatalán belül ebben a részegyházban megszervezte a diakonus képzést, és annyira nyitottan, hogyha más
püspökök, más egyházmegyék úgy gondolják, hogy szeretnének diakónusokat képezni vagy képeztetni, akkor ide is küldhetik a jelöltjüket, a növendékeiket. Ez nem egy országos képzés, ez a Váci egyházmegyés diakónus képzés, de szívesen fogad más egyházmegyékből is növendékeket. Ezt azért mondom, mert ennek a képzésnek vagyok a titkára, és titkáraként jól ismerem a képzés szerkezetét, összetételét és a növendékeket. Hogyha eltörölnék a cölibátust, és házas embereket is pappá szentelhetnek, akkor te feljebb lépnél? Én nem érzek most erre hívást az Úristentől, de ha hívna, akkor szívesen mennék. Megint csak azért kérdezem, nem titkoltan, és nem te esetedre, csak újra és újra megfogalmazódik bennem ez a felvetés, hogy milyen arányban vannak azok, akiket tényleg diakónusnak hív Isten, és milyen arányban, akiket nem, mert például a hét-héten nagyon sok embernél azt látom, hogy az olvasók között rengeteg kérdés érkezik, hogy szeretnének papok lenni, és aztán a nagy részük erre nemet mond. Akik diakónusokat ismerek, és mint a Váci egyházmegyében a diakónus adatokat kezelő segítő, látva azt a 49-50 diakónust, aki a Váci egyházmegyében van, közülük nem ismerek olyat, aki pap szeretne lenni. Esetleg egy, akit el tudok képzelni, aki tényleg papi hivatásra lenne alkalmas, vagy afelé törekedne. Sőt, ismerek több olyan diakónust, akinek elhunyt a felesége, és utána már ő nem nősülhet újra. Akkor cölepsz diakónusként él tovább. De ismerek olyat is, akinek elhunyt a felesége, és néhány évvel később, nem azonnal, de úgy gondolta, hogy ő nem cölepsz diakónusként, hanem akkor tovább lépre, áldozó papként éli tovább életét. Ugye ez nagyon fontos, hogy a diakónusoknál, ellentétben talán az akolitusoknál, de kell a házastárs hozzájárulása ahhoz, hogy ezt a szolgálatot, ezt végezhessétek. Mennyire volt egyértelmű neked, vagy nektek a családon belül, hogy ez a zöld lámpa, ez megkapod? Mielőtt elindultam a diákonátusság felé, és ehhez szükség volt 3 év teológia, és utána még 2 év diakónusképző, tehát összeszámoljuk akkor 2 év akolitusképzés, 3 év teológia, 2 év diakónusképzés, ez 7 év képződés. Persze ez nem nap, mint napos képzések, hanem egy ilyen levelező tagozathoz hasonló. Előtte megkérdeztem a feleségemet, hogy mi szól hozzá. Ő azt mondta, már számított erre a kérdésre, és nagyon örül neki. És a diakonus házaspárok együtt indulnak el ezen az úton, együtt járnak ezen az úton. Nagyon rossz, hogyha a képzés alatt szétfejlődnek. Együtt fejlődtünk a feleségemmel. Többször eljött a teológiára, behallgatott. A diakonus képzés hétvégéről meséltem otthon. Közösen járunk szentségimádásra, közösen imádkozunk otthon. A diakonusnak feladata, hogy reggel és este legalább a laudás és a vesperást mély hittel nyugodtan elimádkozza. Elimádkozza a püspökatya szándékára és az egyház javára. Mi ezt együtt szoktuk imádkozni feleségemmel. Van, mikor úgy érzem, hogy most csak kettencbe akarok lenni az Úrral, akkor reggel korábban fölkelek és elmondom, de hogyha a feleségem hív, hogy mondjuk el, akkor elmondom vele még egyszer, hogy közösen is meglegyen. Mondjuk el egyébként, hogy a diakónusnak milyen feladatai vannak, mert erről még nem esett szó. A Szent Gyónás szentségén és Oltári szentségen kívül, ha jól tudom, tulajdonképpen mindent végezhettek? Így van. Tehát ami a bűnbánat, ami a bűnök megbocsátásával kapcsolatos, azt ahhoz nincsen sem felhatalmazásunk, sem képességünk. Ez két helyzet, két szentség. Az egyik a bűnbánat szentség, a gyónás. Másik pedig a betegek kenete, ami szintén a bűnök megbocsátásával járó liturgia. Ezt a kettőt emiatt nem. A másik pedig az eukarisztia, az átlényegítés. Nincs hozzá sem hatalmunk, sem megbízatásunk, hogy ilyet tudjunk tenni. Ezen kívül minden másban segíthetjük a plébánosunk munkáját, adhat a plébános megbízást arra, hogy eskessünk, kereszteljünk, a temetés az amúgy sem szentség, azt még egy akulitus is végezheti, ami nagyon fontos, és úgy érzem része az életemnek, hogy a liturgiába szolgáljak, hogy a liturgia legszebb legyen, és leginkább az Úristennek tetsző, hogy tényleg csúcs és forrása legyen a mindennapunknak, amiből táplálkozunk és élünk, egy közösségben megélt Istennek átadott élet, a másik az evangélium hirdetése,
mind az ambótól, mint az evangélium felolvasása és homília prédikáció, mind az életemmel, és ahol megjelenek mindenhol, próbálom hirdetni az evangéliumot, és a harmadik pedig a szolgálat, főleg a szegények szolgálata, a rászorulók szolgálata, észrevenni a közösségbe, kinek van szüksége és mire. És itt nem egy szociális hálóra gondolok, amit az önkormányzatok kenyér és tészta formájában konzervben kihoztanak, hanem a lelki igényeket megfigyelni, észrevenni, megszólítani, csak megsimogatni a vállát. Tehát érezze, hogy a közösségnek része, és észreveszik őt. Ez a három terület az a diakónusnál, tehát ez a három terület a diakónusnál, amire hivatást kap. És ebben persze természetesen a mostani időkben a szükség azért ezt egy kicsit felülírja. Az én plébánosom 5 falut lát el, amiben tudom, segítem őt. Ezek az idők ezt hozzá. De emellett neked munkád is van. Így van. Tehát hogyan néz ki akkor egy átlagos heted? Kértem az Úristentől, hogy adjon nekem olyan munkát, ami kevésbé világi, nem annyira elköstelen, és éreztem a hívást is felőle, hogy hajdott ezt, lép ki ebből. Tehát a korábbi munkád úgy érezhető, hogy nem feltétlenül összeegyeztethető a diakónusi szolgálat. Így van, szolgálat. Többször ütközőbe kerültem a tevékenység és az elkölcsi rend miatt. Ez egy hívás volt. Utána egyik karizmatikus alkalommal húztunk igekártyákat, és az én igekártyámon ez szerepelt. Ne húzz egy igát a hitetlenekkel. Ez annyira egyértelmű volt, hogy egy hónapon belül, januárban kiléptem a munkahelyemről, nem tudtam, hogy mi fog következni, mint Ábrahám, elindultam az ismeretlenbe, de az Úristen hívott. És előtte én kértem már, hogyha lehet, olyan munkát adjon, amivel többet lehetek a családommal. Elindult egy vállalkozás, első 3 hónap az nagyon kilátástalan volt, de azóta most már 12-en dolgozunk ebbe a vállalkozásba, jól működik, megélünk belőle, és szép lassan a vállalkozásnak a mindeneséből, az anyagbeszerzőtől a munkásig, aki volt a Robi barátommal, ketten alapítottuk a céget, ketten csináltunk mindent, felfejlődtünk addig, hogy én most már home office-ból, otthonról tudom intézni a dolgokat, és ha nincsenek kötött fix tárgyalásaim, vagy megjelenéseim, akkor elég jól tudok lavírozni és sakkozni az idővel. Ezért, ha tudok, reggel el tudok menni misére, ha kell, el tudom menni egy temetésre, a keresztelés hétvégén belefér, délután mindig ott tudok lenni a Szent Miséken, hétvégén is. Tehát valahogy úgy tudom az időmet elosztani, hogyha kell, akkor éjszaka dolgozom, vagy este, vagy úgy napközben, hogy a szolgálatra időm legyen. A papok és a diakónusok kapcsolata milyen? Ugye nyilván említetted, hogy a teplébánosod 5 falut lát, tehát ott akár több diakónusnak is van helye és lehetősége, de mennyire érzed azt, hogy akár más diakónustársaknál, mondjuk akár feszültség is lehet papok és diakónusok között szerepleosztást illetően? Emberek vagyunk, és a mai papjaink nem tanultak a diakónusokról a szemináriumban semmit. Nekik ez egy új helyzet. Edukálni szükséges őket. Megismertetni az ismeretlent. Mert a képzelt rém, az ismeretlen mindig rettegettebb, mint a valóság. És sajnos volt egy-két olyan diakónus, aki viselkedett úgy, hogy alapja is lehet egy papnak tartani egy diakónustól. Viszont ha a diakonus a helyén van, és az a 2 éves képzés, amiben részt veszünk, és aminek most a titkára vagyok, az jól felkészíti a diakonust arra, hogy ő szolga legyen, és ne király, akkor ez helyére kerül. Hogyha egy pap úgy gondolkodik, hogy a diakonus az én segítőm, az Úristennel együtt járunk egy célért, egy úton, akkor ez egy jó kapcsolat lehet. Ha azt látja benne, hogy neki családja is lehet, gyermeke, unokája, felesége lehet, és még paposkodhat is, akkor féltékeny is lehet rá, mert én föláldoztam csomó mindent azért, hogy pap lehessek, és tekinted úgy a diakónus, hogy neki meg minden megvan, az összes szentség, hiszen házas is, és egyházi rend is. De ha jól nézzük, és egészségesen nézzük, és nagyon sok ilyen papot ismerek, akkor rendkívül jó együttműködés tud lenni, hiszen kiegészítjük egymást. Az, hogy a diakonus hova kerül, az püspöki döntés, egyáltalán létezik dispozíció diakonusnál? Nagyon jó, hogy kérdezed, ennek nagyon örülök ennek a kérdésnek. A Váci Egyházmegyében Marton Zsolt püspök atya nagyon bölcsen először felállított hivatalokat. Ez azt jelenti, hogy a diakonusok szolgálati típusa szerint meghatároztak jogi formulát. A következő típusú diakonusi szolgálatok fordulnak elő a Váci Egyházmegyébe. Az első a plébánia
szervező diakónus. Ez azt jelenti, hogy ő 24 órában ott él, ott dolgozik, mint egy plébános ellátja azt a falut, ahova nem jutott plébános. Neki van egy moderátora, aki hét hetente meglátogatja, egy pap, egy plébános, aki az eukarisztikus átlényegítést el tudja végezni, meggyóntatja az embereket, és minden mást, irodai munkától kezdve az adminisztrációk, az emberek lelki gondozásán keresztül, napi ige liturgiákon át, ez a plébánia szervező diakónus intézi ott a dolgokat. A másik kategória a plébániai diakónus, ő az, aki 8 órában egy plébános mellett, egy pap mellett segíti az ő munkáját azzal, amivel tudja. Ez egy 8 órás elfoglaltság fizetéssel. Az előző is fizetés mellett van. A harmadik kategória, ahol én tartozom, a plébániai szolgálati diakónus, aki szabad idejében annyit vállal, amennyit tud, és ez egy külön megállapodás a plébánossal. Plébános atya, én egy mindent szeretnék, ezt tudom, ezt kínálom, és a plébános eldönti, hogy ennél többet kér, vagy kevesebbet kér, de ez egy kettő közötti megállapodás után egy nagyon jó közös együttműködést tud kialakítani. Például nálunk Csömörön a plébánosunk Kistarcsán lakik, Kistarcsa, Nagytarcsa, Csömör, Kerepes és Szilasliget tartozik hozzá. Engem arra kért föl, hogy Kerepesen az idős 85 éves nyugdíjas atyát segítsem, amiben tudom. Felnőtt bibliaóra, birmálkozási felkészítő fiataloknak, a liturgiában való segítség, halottak napján sírszentelés, temetés, keresztelés. És ha tudok, akkor Csömörön is szolgálok, de nekem elsősorban Kerepest jelölte ki. És van még két kategória a diakónusokban. Az egyik a speciális diakónus, aki nem dispozíciót kap, hanem feladatra kap megbízást. Például a püspök mellett gazdasági igazgató. A Váci Egyház egy messze diakónus látja el, Ménesi Balázs. Vagy a szertartó, Szabad Attila, aki sofőre is a püspök atyának és szertartója. Az ötödik kategória pedig a nyugdíjas diakónus, akiről szintén gondoskodik a püspök atya és vigyel rájuk. Persze a diakónus, amikor a felszentelésre készül, nyilatkozatot ad arról, hogy nem várja el, és nem is számít rá, hogy az egyház anyagilag eltartsa, hanem vállalom azt, hogy én magam megdolgozom azért a saját szakmámban, a saját munkahelyemen, és nem kérem, hogy az egyház rólam gondoskodjon. De gondolom ugyanúgy a temetések esküvők utáni illeték, az mint egy papnak jár neked is. A stóladé, igen. Stóladé, igen. De ezt szintén a plébános dönti el. Vele megbeszélve döntjük el. Én nekem olyan szerencsés vagy olyan Istentől áldott helyzetben vagyok, hogy a munkámmal, a munkahelyemmel meg tudtam teremteni azt az anyagi biztonságot, hogy erre nincs szükség. Inkább maradjon ott a plébánián, ahol szükség van erre a pénzre, minden fillére, főleg most a mostani energiárak mellett. A hívek hogyan fogadják a diakónust? El tudom képzelni, hogy ez mondjuk más Budapesten, ahol mondjuk a plébánián akár több pap is lehet, és más vidéken, ahol meg pontosan látják, hogy a pap helyett legalább valaki jön, most nem sértő akartam lenni, bocsánat. Nem volt az. Benne a városa más. Jönnek-mennek az emberek, hol ebbe a templomba, hol abba. Nincs egy ilyen szorosan kialakult falu közösség szerinti egyházközösség. Egy kisebb faluban más a helyzet. A faluban az emberek nagyon hamar fölfigyelnek arra az emberre, aki sűrök forog az oltár körül. És ha ezt nem alázatosan, nem ügyesen és hirtelen teszi, akkor ez még visszatetszést is kelthet. Én belefutottam ebbe a hibába. Az akolizus képzés, amikor igen mondtam, egy hatalmas lelkesedést kaptam az Úristentől, és én mindent is szerettem volna csinálni. Örömből, lelkesedésből. De ez egy-két emberbe visszatetszést keltett. És ennek nem ők voltak a hibásai, hanem én. De ezt már, hál' Istennek, jól tudjuk kezelni. Tanultam az esetből. És már a diakonus képzésen is készítjük fel a plébánosokat és a diakonus növendékeket. Plébánosokat évente egyszer-egyszer meghívjuk, és megkérjük őket, hogy már a képzés alatt kezdjék el felkészíteni a közösséget, hogy van itt az Istentől kiválasztott ember, aki majd a ti segítségetekre lesz, a ti szolgálatotok lesz felszentelve. És ha így elő van készítve a közösség, elő van készítve a plébános, akkor ez nagyon jól ki tud alakulni. Végezetül, hogyan lehet valaki diakonus, mik a feltétele, és ha valaki most azt hallgatja ezt az adást, és már mondjuk korábban kaszérkodott azzal a gondolata, hogy Isten lehető diakonusi szolgálatra hívja, mit tud tenni ezért? Hát elsősorban,
ha állandó diakonus szeretne lenni, akkor legyen már nős, tehát és egyszer nősült legyen. Vannak párkereső alkalmaink, tehát ez... Jó. A másik, hogy elkötelezett mély hite legyen. Egyébként, bocsánat, egy gyors közbevetéshez hasonló, akkor, mint a görög katolikusoknál, akik a szentelés előtt ugye vár ugyanígy. Abszolút. Tehát az ordó sorrendje az abszolút megszabott. Előbb a házasság, és aztán a szentelés. Ha ez fordítva van, akkor már nincs házasság. Akkor lehető állandó diakónus, cölepszként egész életében. És van ilyen. Aki nem papnak megy, hanem állandó diakónusnak cölepszként. A másik, hogy a püspök atya, mint a katedra birtokosa, feltételeket szabhat, de el is engedheti, de általában a feltétel az, hogy legyen egy legalább 3 éves levelező tagozaton minimum elvégzett teológiai tanulmánya, amiből legalább abszolutórium meglegyen. Nem szükséges, hogy a diplomát is megkapja, habár most, hogy már nem kötik a diplomát nyelvvizsgához, most már talán fontos, hogy ez az államvizsga, vagyis az a záróvizsga meglegyen. Ezen kívül fontos egy olyan képzés, amit az állandó diakonusok életének és szolgálatok direktóriuma úgy fogalmaz meg, hogy 3 év képzésben vegyen részt. Ez a 3 év képzés úgy néz ki, hogy Magyarországon 2 év intenzív képzés van. A 2 év intenzív képzés az a teológia után. Tehát, hogyha úgy nézzük, akkor ez a képzés 5 éves. A teológia 3 éve, és a 2 év diakonus képzés. És ebben a 2 évben a diakonus nem csak prédikálni tanítják meg, nem csak jó pasztorális szakemberré nevelik, hanem közösségé formálnak minket, formáljuk a növendékeket, mert a diakonusoknak a közössége egy élő, egymást támogató, egymást szerető közösség. Mi, akik együtt jártunk 2 évig a képzésre, ez már 2 éve volt, minden szerdán leülünk a számítógép elé egy Zoom meetingbe, és közösen mondjuk a zsolozsmát. A 14 fős osztályból 6-an, 8-an, 12-en összegyűlünk erre. 5-en biztosan. És közülünk már egy pap lett, mert ő megözvegyült, sőt, ő özvegyen is kezdte már ezt el, az Imre, és közben most egy másik diakonus társunk, szintén már az esztergomi szemináriumnak a növendéke. Ő 2-3 évvel később a diakonátusuk után érezte, hogy erre hívja az Úristen. Végezetül, te mi az, amit kaptál ettől a szolgálattól? Beszéltünk arról, hogy mit adsz Kerepesi és környékén. Mi az, amit te kaptál személy szerint? Szoros, a házassághoz hasonló elköteleződés az Isten mellett, egy igen, de ezt az igen nem csak én mondtam ki, az igen kimondta az egyház rám, és kimondta Jézus is rám. Ez egy 3-as igen. Sőt, ha idevehetem a 4. igent, amit a feleségemnek mondtam ki a házasságkor, és ő nekem, akkor ebben a 4-es igennek a hálózatában tudok élni. Érdekes volt a szentelésem, talán ez még belefér, kivágjátok, hogyha nem. Tehát érdekes volt a szentelésem, mert végig azt éreztem, hogy ez nem csak az én szentelésem lesz. Följutok oda a Táborhegyre, hasra feküdhetek az Úristen előtt, megtagadva, feladva önmagamat, hogy én kisebb legyek, és ő növekedhessék bennem. De nagyon hálás voltam azért a sok segítségért, támogatásért, amit a környezetemből, a közösségeimből, a kúzióból, a Mécs közösségből, a barátaim révéről kaptam. És magammal akartam őket vinni oda, hogy ne csak én jussak föl a Táborhegyre, hogy ne érezzék azt a többi apostolokként, hogy ők 3-an fölmehettek, mi meg nem. És felajánlottam azt a lehetőséget a barátaimnak, hogyha gondolják, akkor írják le, hogy mit köszönnek meg az Úristennek, vagy mit kérnek. Ezt zárják le egy borítékba. A feleségem vart egy olyan mellényt nekem pólóból, amiben beletűzgeltük ezeket a borítékokat. És úgy néztem ki, mint egy ilyen muszlim, akinek bombák vannak a hasán, egy kicsit kövéresnek látszottam, de amikor hasra feküdtem, és a minden szentek litániáját énekelték, akkor én nem csak önmagamat ajánlottam fel az Úristennek, hanem a közösségem minden tagját, és az ő üzeneteiket is. És a szentelés után egy pár héttel összegyűltünk, közösen imádkoztunk, és közösen elégettük ezeket a leveleket, senki nem olvasta el, de mindegy átadtuk teljesen az Úristennek. Tehát én úgy érzem, hogy amit a Szentlélek szemináriumkor 2 nyelvimát kaptam, az egyik úgy hangzik, hogy,
hogy Andante Pacem Buono, menj, adj békét a jóknak. És ezt úgy érzem, hogy az a feladatom, hogy üljek, menjek. Menjek az Úristenhez, és üljek az emberekhez. És segítsek nekik kapocsként segíteni, hogy könnyebben megtalálják az utat. Nem akarok túl pátoszos lenni, hogy a 9. emelettől a Kábor egyik milyen nagy utakat lehet megtenni. Huszár Attila állandó diakonussal beszélgettünk. Hála Istennek, hogy nem csak az állandó diakonusi hivatásról, hanem úgy az egész életedről. Megtisztelő volt. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Dicsőség Jézus Krisztusnak. Amen.